Azt gondolom magam részéről, hogy a Nemzeti Virológiai Laboratórium program az nem csak a Pécsi Tudományegyetemnek és személy szerint a csoportunknak jó, hanem országos szinten egy kiváló lehetőség. Nagyon-nagyon régen volt már a hazai virológiai kutatásokban egy ilyen szintű támogatás és egy ilyen szintű finanszírozás, mint ez a program. Ez egy 5 évig tartó program, amelyben terveink szerint több pilléren, több lábon nyugvó kutatásokat fogunk végezni. Ennek a programnak az egyik legfontosabb eleme lesz a védekezés, tehát a vírusok elleni védekezés létrehozása, megvalósítása. Értem ez alatt az antivirális szer teszteket, hatóanyagvizsgálatokat, és természetesen nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni a jövőben a vakcinafejlesztési projektekre egyaránt. A koronavírus tekintetében eddig is nagyon sok vizsgálatot végeztünk, de most azt gondolom, hogy új vízekre vezünk, hiszen a Pécsi Tudományegyetem és a Cebina oszták vakcinafejlesztési céggel egy együttműködési megállapodás jött létre, melynek értelmében egy közös vakcinafejlesztési projektet kezdünk meg. Ez a vakcina egy 3. generációs modern alegység vakcinára fog épülni. Reményeink szerint ennek a fejlesztésnek az eredményeként 2021-ben már az első preklinikai vizsgálatokat is meg tudjuk kezdeni. A hazai felsőoktatási és kutatási intézmények közül egyedül a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik egy magas biológiai biztonsági fokozatú virológiai facilitással, kutatási egységgel, amely azt gondolom lehetőséget ad a Nemzeti Virológiai Program megvalósításához. Amikor az épületet 2012-ben átadtuk, akkor tulajdonképpen még BSL 3-as szintű laboratóriumunk állt rendelkezésre. A tervek is egy BSL 3-as szintű laboratóriumhoz készültek el, de tulajdonképpen már akkor egyértelmű volt, hogy az alapgépészeti és építészeti megoldások lehetőséget adnak egy 4-es szintű fejlesztésre. Ezt a fejlesztést 2015-ben kezdtük meg, majd 2016-ban nyertünk egy kilopályázatot, ami tulajdonképpen feltette a pontot az íre, és ennek mentén tudtuk befejezni ténylegesen a 4-es labor átalakítását, amit 2017 márciusában adtunk át, és azóta rendületlenül és töretlenül működik. Olyan kórokozókkal dolgozunk, amit normál laboratóriumi körülmények között elképzelhetetlen. Tehát itt tényleg úgy értem, hogy a legmagasabb biológiai biztonsági szinten szükséges kórokozók, akár a Lassa vírus, akár a Nipa vírus, akár a Krimi-Kongoi vérzéses láz. Amikor ezekkel a vírusokkal dolgozunk, akkor alapvető az, hogy ilyen magas biológiai biztonsági szintet alkalmazzunk, hiszen ezek infektív, fertőzőképes víruspartikulák, amelyek igen magas halálozási aránnyal járnak, illetve igen súlyos betegségeket okozhatnak. A laborban alapvetően alapkutatást végzünk, de természetesen ezekre az alapkutatási vizsgálatokra rá tudunk építeni egy alkalmazott virológiai kutatásokat, vizsgálatokat is. A koronavírus járvány kezdete óta egyrészt nagyban változott az életünk itt a laborban, másrészt pedig semmiben sem változott. Olyan formán semmiben sem változott, hogy ugyanazokat a módszereket, kutatási sémákat csináljuk, amikben nagyon jó rutinunk van, hiszen nagyon hasonló kutatásokat végeztünk eddig is, kisebb mértékben. Olyan mértékben viszont óriásit változott, hogy járványos üzemmódra kapcsoltunk, nem titok, hogy segítkezünk a diagnosztikai ellátásban, és olyan kutatási irányokat folytatunk, amik akutan segítik a járvány legyőzését. A munkaóra, ugye amúgy is kötetlen rugalmas munkaidőben dolgozik egy kutató, és a jó kutató az otthon is dolgozik, viszont a labor kontaktórák száma kilőtt az egekbe, tehát egy 12-15 órákat minden nap bent vagyunk szünet nélkül, és még úgy tűnik, hogy ez is kevés, rendkívül sok feladatunk van most, kötelességünk van, aminek most eleget kell tenni. Ugye minden kötelezettségünk most, hiszen az összes kutatásunk az abszolút mértékben átállt a koronavírus kutatásra, és mivel a koronavírus most éppen tombol a világban, ezért minden kutatás rendkívül fontos, hogy gyorsan, megfelelő ütemben véghez legyen vive. Ezért a kutatási része is nagyon kell, hogy haladjon, és ugyanígy kell haladni a diagnosztikai egyéb járványügynek segítséget nyújtó kutatásokkal, vizsgálatokkal is.